A versenytánc a táncformák vagy táncstílusok egyik legnagyobb összefoglaló csoportja. Míg a legtöbb ember ezt a táncstílust egyfajta szórakoztató tevékenységnek tekinti, már egyre gyakrabban gondolják sportnak. 1997 óta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is sportként tartja számon a táncsportot, hiszen csak úgy, mint az atlétáknak, a versenytáncosoknak is kitűnő kondícióban kell lenniük. A tánc erőnlétet, állóképességet, illetve rengeteg koncentrációt igényel. Versenyeken mindezekből a fizikai tulajdonságokból a maximumot kell nyújtani, és ezáltal lehet feljebb kerülni bizonyos kategóriákon belül, például osztályos, esetleg országos versenyekre. A Szekszárdi Palásti Nándor válogatott kerettag az edzései Budapesten végzi. A hétvégén hazánkat képviseleti az örményországi, Jerevánban megrendezendő ifjúsági versenytánc világbajnokságon. Hosszú út vezetett idáig, mondta a táncos. 5 tánc van, mindegyiknek van külön jelentése, külön ritmikája. Az első tánc a szamba, az igazából legjobban a latin karneválhoz tudnám hasonlítani. Második tánc a csacsacsa, ez ismert, igazából ismert lehet az összes ebből a Dancing with the Starsból. A műsor ez most feleveníti mindenkibe ezt a táncsportot. Aztán a harmadik tánc a rumba, ez egy lassú szerelmes tánc. Az ötödik tánc a pazadoble, ez a torádor és a bika közötti harcot mutatja be, valamint a jive, ez egy pörgősebb tánc, ennek is külön jelentése, ez már igazából, amikor a pár egymásra talál és buliznak igazából. A sportág alapja a páros tánc. Sokkal kevesebb férfi űzi a sportot, mint nő, így gyakran a lányok szólóban is fellépnek. Formációkra is van példa, ekkor több pár áll össze egymással. Mindegyiket táncolom. A versenytáncosok latin és standard táncokat is táncolnak, de én a latin táncok felé orientálódtam, mert én hiszek abban, hogy ha egy valamire fókuszálunk, akkor könnyebben eredményt elérni. Nagyjából 8 éve kezdtem el, a bátyám kezdte el a sportot, nekem az elején nem is tetszett, hogy őszinte legyek, de aztán anyukám megkért és itt ragadtam. Itt Szekszárdon kezdtem, aztán a Gemen Táncsport Egyesületnél. Itt egy röpke 2 év alatt túlléptem ezt a szintet. Így Pécsre kellett menjek, mivel a környéken nem volt tanár, aki engem tudott volna fejleszteni. Így Pécsre átigazoltam a Ritmusporttánc Egyesülethez, Józsa János volt a tanárom. Itt volt egy párváltásom is, nem működtünk jól, ezért váltottam párt. Itt kezdett el felfele ívelni a karrierem, ugye végig kell lépkedni a szinteket a táncsportba, elkezdjük tánciskolával, aztán a versenykönyves versenyek EDCBA és aztán S osztály. Én most lépek majd S osztályba. Ez úgy zajlik, hogy versenyeken pontokat kapunk minden megelőzött páros után, és ahhoz, hogy szintet lépjünk, ahhoz kell 50-100-150 pont. Aztán, ami után Pécs után Pestre kellett menjek edzésre, ott megismertem Hidi Balázsékat, ők most a világranglista 15. helyén állnak. Ők a tanáraim, valamint András Szilveszter és Váradi Martina, ők világbajnokok. Őnekik köszönhetem igazából a karrieremnek azt a részét, hogy ide kerülhettem, és elindulhatok egy világbajnokságon. Nándor párja DNS Rozália lesz a világeseményen. A páros jelenleg 5. helyen áll a magyar ranglistán. A Magyar Tánccsoport Szakszövetség felkérését a fiatalok átgondolták, majd elfogadták. A komolyabb versenyek megrendezésre kerülnek 2-3 egy évben. Van egy magyar bajnokság, valamint vannak ranglista versenyek, amin elindulnak a top párosok Magyarországon, és ahogy végeznek, az alapján ugyanúgy pontokat kapunk, csak ranglista pontokat, és így áll fel a ranglista. Én most az 5. vagyok Magyarországon, vagy hát Mirozi van, az 5. vagyunk Magyarországon. Ez úgy zajlott, hogy csütörtök este felhívott minket az edzőnk, hogy felhívta őt a táncsport, hogy minket akarnak delegálni a világbajnokságra. Mi ezt természetesen átgondoltuk és elfogadtuk. A pénteken utazunk ki repülővel, szombaton felkészülünk lelkiekben és testilegben
a versenyre. Vasárnap fog zajlani a verseny, erről lesz élő közvetítés neten is. Valamit lehet, hogy a tévében is Örményországban, ezt nem tudom pontosan. Itt lesz egy felvonulás, ahol minden országból a párosok felvonulnak, minden országból Kína, Amerika, mindenhonnan, európai országokból is mindenhonnan, mindenhonnan egy vagy kettő pár delegálható. Mindenki felvonul a zászlókkal, aztán utána kezdődik a maga a versenyzés. 62 pár fog indulni, amit valószínűleg első körben, 5 körben fogunk táncolni. Ilyenkor mondjuk egy 10 pár felmegy egyszerre a parkettára, letáncolja a szambát, és egy 10 bíró értékeli őket, és eldöntik, hogy ki juthat tovább a következő körbe. 62-ből a következő körbe mondjuk 46 pár juthat, és így tovább, és a döntő az 6 párból áll. A páros elvárásai magasak. Szeretnének tovább jutni, és minél előbb végezni. Nándornak már a jövőbeni tervei is kialakultak a tánccal kapcsolatban. Sok a fellépésünk is szerencsére. Most például táncoltunk az arénába, Budapest Papp László sportarénába háttértáncosként. Most volt egy ilyen retro party, oda kértek föl minket. Szoktunk táncolni hotelokban. Van egy fél órás show-nk, amit kimondottan ilyen fellépésekre csináltunk. Szeretnék ezzel is foglalkozni a jövőben. Vannak terveim az esküvői pár oktatással is. Valamint nyilván szeretnék majd fiatalabbakat is tanítani, önerőből, saját magam. Majd ugye jövőre fellépünk felnőtt korosztályba, ahol azért már nehéz lesz, mert ugye a felnőttek között van az edzőnk is, Idi Balázsék. Ezt fel kell dolgozni, hogy ellenük versenyzem. Nehéz lesz, de szeretnénk majd ott is a top 12 környékén végezni, felnőtt korosztályban. Aztán majd a generációk harca után majd nyilván szeretnénk ott is kijutni VB-re, de az már a teteje a táncsportnak. Már most is kiráz a hideg, így a hallatám. Érdekes lesz nagyon, biztos csodálatos élmény. Ilyenkor mielőtt föllépsz a parkettára, kis izgalom, de ugye az már a versenydrukk az már a tapasztalataim miatt már nem nagyon szokott lenni, de azért mégis egy világbajnokságról beszélünk, itt a top párosok ellen fogunk versenyezni, rengeteget készülünk rá, folyamatosan 2-3 órás edzéseink vannak minden nap, folyamatosan hajtjuk magunkat, úgyhogy szerintem a kondícióval nem lesz baj. El kell adni, hogy ez egy szórakoztató sportág. A páros munkáját a megfelelő felkészülés érdekében mentál trénerek is segítik.